akkor kezdjük is az alaplappal. Ez egy gigabyte via H3. Elkérdezett előre foglaltal, két darab PC slottal, hiszem, igen. Itt az egyik, meg a másik, akkor ott van két darab HyperX RAM, ami dual channel-es, tehát összesen 8 GB RAM van benne. Akkor még a megadott darab, az egy intermediate 4750. Ez a hűtés, ugye ez egy vízhűtés, ez egy Debcool 240T, ezek a lentik amúgy rávítanak, ha be van kapcsolva a gép, majd úgy is megmutatom, ugye ami a venti magukon az egy ezek szabályozzák a ventit, hogy megy állandóhatással lehet fölrakva, mivel azért elég kicsi a házak vízhűtéshez, és így lehetett megoldani. Akkor a videókártyám, ugye az egy Asus GTX 950 Strix Edition. T600-as táp, 600 wattos ugye. Aztán mennyi kábelek van itt. Ugye itt van a DVD-ja. De ezzel lehetett itt felfogatni ezzel. És akkor pedig ez egy Toshiba 5GB-os HDD, ilyen 2000-es. I-3 után elég sokat változott, ugye egy 6 perces videó 20 perc alatt a konvertálja a lesz. Tehát szerintem ez egy nagyon jó gép, egy előre nem is fogok fejleszteni. Na, akkor nézzük meg működés közben milyen. Vagyok össze is dugtam. Nézzük meg, hogy kapcsol be. Na, akkor ennyi lenne ez a képmutató.
Ha tetszett a videó, lájkolj és iratkozz fel. Sziasztok, én Lada voltam.